A 20. században kb. 1 fokkal növekedett az átlag hőmérséklet. Budapest és Róma középhőmérséklete között olyan 4-5 fok a különbség. Gyakorlatilag a Rómába vezető útnak mondjuk az 1/4-ét, 1/5-ét már megtettük az elmúlt 50 évben. Ha szóba kerül a klímaváltozás, akkor a legtöbb ember először olvadó sarki jégtáblákra gondol, meg éhínségekre és szárazságokra tőlünk nagyon távol eső messzi országokban. Viszont az a helyzet, hogy az egyre gyorsuló felmelegedés ugyanannyira fenyegeti a mi életünket, mint az éhező jeges medvéjét. Ebben a sorozatban olyan kutatókkal beszélgettünk, akik azzal foglalkoznak, hogy milyen hatással lesz a mi életünkre itt Magyarországon a klímaváltozás. Azt lehet mondani, hogy az üdeerdeink azok, amik a leginkább sérülékenyek. Ezeknek a csapadék igénye az egyre kevésbé elégítődik ki majd a jövőben. Ez a bükkösök számára alkalmas területeket mutatja ez a térkép a jelenlegi állapotokban. Valószínűleg feltűnő, hogy már kevesebb ez, mint amennyi bükkösünk van jelenleg. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bükkösök egy része is olyan helyen van, ami már nem alkalmas bükkösök számára. Maguk a fák túl tudnak élni kedvezőtlen viszonyok között is, de tulajdonképpen már nem fenntartható az állomány, sokkal sérülékenyebb, bármilyen extrém időjárásnak jobban áldozatul tud esni. Ez nagyon sokrétűen módosítja a saját közérzetünket is. Hát az egyik az, hogy ezek az üdeerdők pontosan azok a helyszínek, ahova szeretünk kirándulni menni. Egy szárazabb erdő alakulhatnak ki valószínűleg ezeknek a helyén, és egyre nagyobb terület lesz az, ahol mi már csak gyepnek alkalmas. Az, hogy az élőhelyek eltérése átrendeződhet a klímaváltozás hatására, az nem csak a növényekre van hatással, hanem ezeken az élőhelyeken élő állatokra is. Egy részének az élőhelye az összeszűkül. A bükkösök a hegységeink tetején vannak, tehát hogy onnan nem is nagyon van hova menekülni. Várható, hogy legalábbis Magyarországra nézve eltűnnek olyan fajok, amik esetleg már ma is ritkák. Mondjuk kapásból a havasi cincér jut eszembe, ami a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak ugye embléma állata is. Ezzel szemben, ha mondjuk gyepeket nézünk, akkor látható az, hogy van ahol ez inkább a kedvező irányba fog változni. Ez a jelenlegi lehetséges elterjedés nem különbözik nagyban a megfigyelt elterjedéstől, és azt láthatjuk, hogy még az első időszakban viszonylag keveset változik, de már zöldül. A legtávolabbi időszakban pedig mind területileg, mind pedig az alkalmasság fokát tekintve kibővül. A Duna-Tisza közén vagyunk, a Kiskunsági Nemzeti Parknak a Fülöpházi homokbucka vidékén. Ez, amit itt a hátam mögött látunk, ez egy klímaváltozás kísérlet, ahol eljátszunk különböző lehetséges jövőbeli klímákat. A klímaváltozásnak két fontos komponense van, amiről általában külön szoktak beszélni. Az egyik az, hogy a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, a száraz időszakok, ezek egyre intenzívebbé válnak, és egyre gyakoribbá válnak. A másik pedig, hogy a klimatikus átlagértékek is elmozdulnak. És ennek a kísérletnek az a különlegessége, ezt a két dolgot együtt vizsgálja. Itt van egy olyan parcella, ami az úgynevezett kontroll, referencia parcella, itt semmilyen kezelést nem végeztünk. Ebben a parcellában az látszik, hogy a különböző növényfajok, egy csenkesz, egy árvalányhaj, egy szegfű, egy üröm, keverten fordulnak elő. Az egy öntözött parcella. Az öntözésnek, amit 2014 óta végzünk, az a hatása, hogy a csenkesz egyre inkább felszaporodik, és a legtöbb egyéb növény, ezek a színező elemek, ezek pedig folyamatosan kiszorulnak. Ebből például a klímaváltozás szempontjából arra következtethetünk, hogyha olyan évek jönnek, ahol sok a csapadék, és megbízhatóan minden évben sok a csapadék, akkor ez a növény ez egyre sikeresebb lesz, míg a többi kísérő növény, vagy legalábbis közülük sok, pedig visszaszorulhat. Az öntözés mellett a másik típusú kezelés, amikor csapadékot zárunk ki. Ennek is két szintje van, az egy hónapos csapadékkizárás és a két hónapos csapadékkizárás. Erre egy tetőt helyezünk, és egy átlátszó nejlonfóliával takarjuk a területet. Ez a fénynek gyakorlatilag a teljes egészét átengedi, alatta a levegő is tud mozogni, tehát viszonylag nem sok mellékhatása van, ugyanakkor a csapadékot teljes egészében kizárja a területről. Ezekben a parcellákban az látszik, hogy azok a évelő füvek, a csenkesz, az árvalányhaj, amelynek a homoki gyepnek a vezérnövényei, ezt a visszatérő kéthónapos nyári aszályokat egyáltalán nem viselik el, és szinte teljesen kipusztultak az elmúlt évek során. Ami helyettük van, az részben azok a teljesen kiszáradást tűrő moha, és kisebb mértékben az uzmó, a másik dolog pedig olyan egyéves növények, amelyek teljesen elkerülik a nyári szárazságot. Amit látszik, az a vadrozs, ez itt tömeges lett, ősszel, októberben csirázik, amíg nem következnek be az igazán hideg téli időszakok, addig növekszik,
és amikor vége a télnek, márciustól megint intenzíven növekszik, és most már, ahogy látszik a parcellákban, gyakorlat termés éréshez közeledik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az őszi búza is. Ez már egy olyan életforma, amit a mediterrán térségben vagy a félsivatagokban látunk, a száraz időszaknak a teljes elkerülése és a maga alakban való átvészelése. Most már bármilyen jól össze tudna fogni a világ, nem lehetne teljesen megállítani a klímaváltozást. Tehát, hogy a természetes növényzet szempontjából egy nyíltabb élőhelynek válik kedvezőbb a terület, akkor valószínűsíthető, hogy a mezőgazdaságnál is egy sokkal szárazságtűrőbb terménynek lesz már csak alkalmas. Egyáltalán a klímaváltozással kapcsolatban ugye kétféle attitűdünk lehet. Az egyik az, hogy megpróbáljuk megállítani vagy mérsékelni. Ez egy nagyon fontos szempont. Ebben általában nagyobb és összehangoltabb fellépésre van szükség. A másik pedig, ami elkerülhetetlen, hogy alkalmazkodnunk is kell hozzá.